Szinte pontosan egy évvel ezelőtt még így álltak a munkálatok a Master Good cégcsoport nyírkarászi munkásszállóján. Ma pedig már ez a kibővített, hatalmas térkövezett udvarral rendelkező, impozáns épület néz rá a település főutcájára. A belső közösségi terek is tágasak és kényelmesek, a rövidesen beköltöző dolgozók pedig kettő vagy három ágyas szobák közül választhatnak. A cégcsoport tulajdonosa az átadást megelőző sajtótájékoztatón arról beszélt, igazi otthont szerettek volna varázsolni munkavállalóik számára. 84 fő részére készült el ez az apartmanszállás, ahol a szobák, a közösségi helységek mellett az udvar, a telek, sőt a telekhez tartozó majdnem 8000 négyzetméter kert még arra is lehetőséget ad, hogy valaki a mi segítségünkkel, palántákkal, magvakkal, eszközökkel segítve akár megtermeljék a napi zöldség-gyümölcs igényüknek egy jelentős részét. A kisvárdai térség országgyűlési képviselője beszédében hangsúlyozta, néhány évvel ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében munkaerő hiány alakuljon ki. Sesták Miklós azt mondta, ebben hatalmas szerepük van a fejlesztésekre törekvő vállalkozásoknak, amiben a Master Good példát mutatott az utóbbi években. Aki nap mint nap vállalkozásokat vezet, munkaerővel foglalkozik, munkavállalókat vesz fel, azt ma látjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdasági fejlődésének az egyik lehetősége, de egybe, nem mondom, hogy korlátja, de egybe kihívást tartalmazó feladata az, hogy hogyan tudunk biztosítani nagyívű vállalkozásoknak hozzá megfelelő munkaerőt. És én azt gondolom, hogy ebbe tényleg élen jár a Master Good. A Master Good az utóbbi évtizedben 1100 fővel bővítette munkavállalói létszámát, jelenleg 2700 embert foglalkoztatnak. Román István megyei kormány megbízott azt emelte ki, a vállalkozás vezető szerepet tölt be a megye mezőgazdasági termelésében. Hozzátette, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is egyre jobbak a foglalkoztatási mutatók. Bizony elmondhatjuk azt, hogy a foglalkoztatási adatok évről évre javulnak, elmondhatjuk azt, hogy a megye korábbi években nem tapasztalt folyamatos gazdasági fejlődésen megy keresztül, és azt is elmondhatjuk, hogy a Covid okozta gazdasági válsággal is sikerült összességében megküzdeni, még akkor is, hogyha vannak olyan ágazatok, akiket ez sokkal nehezebben érintett. A kormány már 5-6 éve lehetőséget biztosított munkásszállók kialakítására, kezdetben önkormányzatok, majd önkormányzati cégek, később vállalkozások is pályázhattak támogatásra. Mint az Bodó Sándor foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár elmondta, az ilyen jellegű beruházásokkal érhető el az, hogy a megyében élő munkavállalók helyben keressenek boldogulást. A legeslegfontosabb a mai világban, hogy a munkavállaló tudjon teljesíteni, ahhoz pedig, hogy tudjon teljesíteni, megfelelő környezetben kell, hogy tudja kipihenni magát, tudjon felkészülni a munkavégzésre. Nagy létszámú szobák, egymást zavarják, műszakos rend, egyik jön, másik megy munkába, ez már nem megy. Ezek voltak azok, amire utaltam, hogy bizonyos kabarétréfáknak lehettek egykoron célpontjai. Tehát most itt tényleg olyan körülményeket, olyan létszámbeli behatárolásokat kellett megvalósítanunk, ami tényleg emberi tényezőket is nagyon-nagyon komolyan figyelembe vesz. A nyírkarászi és a szabolcsbákai munkás apartmanok összesen 590 millió forintból épültek meg, amihez a kormány 260 millió forinttal járult hozzá.